Szeretettel köszöntöm az m csatorna nézőit. A kenyér színű műsort láthatják, annak is a 132. adását Beszélgető társaim, Kocsi és ülő, Metropolita, katolikus egyház képviseletében, illetve Semba József, református püspök a durántúról, magam pedig Fabinyi Tamás, evangélikus püspök vagyok. Két témáról szeretnénk ma beszélgetni, először is az evangélizáció mai lehetőségeiről, utána pedig egy mindannyiunkat érintő nehéz témáról, az energiaválságról, hogyan érinti ez az egyházakat, a gyülekezeteket, diakóniai vagy oktatási intézményeinket. Egy kedves nézőnk a püspökenyérkukat mtv.hu elérhetőségén a következő kérdést tette föl, hol van a helye az evangelizációnak hogyan lehetne megkapóan, de mégsem erőszakosan belépni az emberek templomon kívüli világába. És azt egészen konkrétan is mondja, szabad-e a mozifilmek előtt, reklámok közt egy-egy perc rövid üzenetet megfogalmazni éppen a közelgő egyházi ünnepről. Ezt talán majd a végén konkretizáljuk, de általában hogyan értelmezitek azokat az evangelizációs formákat, amelyek a hit terjesztésének, nem erőszakos módján, de mégiscsak a hit terjesztésének a templomon kívüli formáját jelenti, amikor a nem templomba járókat, hanem a kívülállókat, a peremen élőket szeretnék elérni a jó hírrel az evangéliummal. Hát mindjárt a szavait hallatán Szent Ferencnek az egyik története jutott eszembe a Fiorettiben lehet olvasni, azt hiszem, hogy Bruno testvérrel történik, de aki ismeri a Fiorettit, az lehet, hogy meg tud száfolni, de azt hiszem Bruno testvérrel akinek azt mondja Ferenc, hogy Bruno testvér, menjünk prédikálni. És akkor bementek a városba, és körbejárták a várost, elmentek minden utcában, aztán hazamentek. És hát Bruno testvér várta, hogy hát mikor fogunk prédikálni. Most prédikáltunk, ez volt a prédikációnk, hogy kimentünk az emberek közé. Nyilván van az evangéli, evangélium hirdetésnek kiemelt pillanata, de nekünk legalábbis, én úgy ér, élem ezt meg, hogy akik erre tettük az életünket, az egész életünkkel, hogy evangélium hirdetés legyen. És akár buszon, akár moziban, akár a strandon, akár a színházban, épp nem oly módon, mint a templomban, de minden körülmények között az adott helyzetnek megfelelően fontos, hogy, hogy a létünk, a megszólalásunk, az közvetítse valamiképpen az, az evangélium üzenetét. Én így Egyszer látom. egy ortodox teológusnál olvastam ezt a gondolatot, hogy a liturgia utáni liturgia, uh -huh. tehát amikor már nem a templomban tartom a liturgiát, de ott vagyok az emberek között, akkor hogyan tudok tanulságot tenni az élő feltámadott igen, Istenről. Igen, igen. igen. Püspök te hogy látod ezt a formát? Te, teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott az evangélium egyetemes, minden népnek szól, a missziói parancs is így hangzik, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Nyilván egy kiemelt alkalma az evangélium az örömhírhirdetésének a templomi istentisztelet, de ez csak egy része. Tudjuk azt, hogy olyan világban élünk, hogy nagyon sokan nem jönnek el, nem hallják így az igét, tehát nekünk kell kimenni megkeresni őket. A Covidos időben erre jó lehetőséget is kaptunk, hogy, hogy az online istentiszteletekkel bekopogjunk az emberek otthonába, de persze ez magas mérce is volt, mert könnyen kattintanak és megválnak tőlünk. Hát ez akkor egy kényszerhelyzet volt, de egy módja mindenképpen, mint hogy egyébként az internet nagy áldása az, hogy azért az evangélium a világhálón is megjelenik, és így sokakat elérhet. Tehát nem csak bántani szabad a világhálót, hanem ennek a zárdásait is alkalmazni. Én nagyon sokat várok az úgynevezett indirekt misszióról, amikor arról van szó, hogy olyan alkalmakra hívjuk meg az embereket, amelyek nem direkt liturgikus alkalmak, hanem valamiféle közösségi alkalom. Azt hiszem most nyáron éppen elég sok ilyen így van. fesztivál volt, nektek Például is a, a pápai rendprogram, rend rendfesztivál, nektek püspök, a püspök úr, érsek úr az zarándoklatok, nálunk is volt a, a szélrózsa találkozó, és örülök, hogy ott nálam. voltál, a humanikus <laughs> színekben. Igen, az az azért volt. hadd feszegessem tovább ezt a, ezt a kérdést, mert ne elégedjünk meg azzal is, azt hiszem, a, aki föltette ezt a kérdést, talán ő sem elégszik hogy hát mindig hirdetjük az evangéliumot, mm -hmm. úgy magától értetődően, mert ez egy óriási felelősség, hogy valóban hirdetem az evangéliumot, amikor felszállok a buszra és beszélgetek, vagy leülök, vagy... tehát azért ez egy nagy, nagy felelősség is, és... A keresztet vetsz egy templom előtt. És, és, amit említettél, a fesztiválok, vagy, vagy más, rendezvények is, ott úgy, saját tapasztalatból mondom, hogy nagyon is tudatosan oda kell figyelnünk, hogy, hogy ez evangélium hirdetés legyen. Mert azt hiszem, hogy elég ügyesek vagyunk már abban, hogy programokat szervezünk, és jól érezzék magukat a fiatalok, vagy a családok, vagy egy ilyen napot megszervezni. Most már olyan sok eszköz áll a rendelkezésre, de hogy ezek a találkozások mindig, Krisztusra való találkozások is legyenek, hogy ennek mindig legyen evangéli üzenete, erre meggyőződésem, hogy azért külön oda kell figyelni, mert egy kicsit elaltatjuk magunkat, hogy annyi program van könyörgöm, de hogyha az nem evangélium hirdető, akkor azért hát rendezvényszervező cégé váltunk, és nem, nem állandó. Ezt köszönöm, hogy mondod, ezzel de nagyon egyetértek, tehát említetted a Református Egyházi Napok Dunántúli Fesztiválját, ott ez egy központi cél és elv, hogy bármilyen program a 105-ből, amit megszervezünk, és nem csak direkt egyházi programok, hanem kiállítás, megnyitók, könyvbe mutatók, találkozó koncertek, találkozók, koncertek, komoly koncertek, ezek mind valamiféle evangéliumi tartalommal kell, hogy megtöltődjenek. Mert ez különbözteti meg a hagyományos fesztiváltól az egyházi találkozót. Például mondtad az autóbusz példáját, a buszon is, csak eszembe jut, hogy nemrég temettem egy idős lelkipásztor kollégát, és a fiai meséltek az ő életéről, és, és egy autóbuszos példát idéztek, és ez számomra az ő hitelesség a jele volt. Azt, mondja, a gyerekkor, azt mondják a fiúk, hogy gyerekkorunkban előfordult, hogy együtt mentünk valahova autóbusszal, és elfelejtett jegyet lyukasztani. Leszálltunk a buszról, azt mondja, hú, gyerekek, elfelejtettem kilukasztani jegyem, elővette a jegyet, összetépte, és, és úgy ment tovább. Tehát, hogy ő utólag nem azért, hogy ne büntessék meg, de utólag jelzést adott arról, hogy a tisztességhez tartozik. És uh -huh. lehet, hogy ez nem keresztény magatartás önmagában, hanem egy általános humánum, humánus magatartás, de mégis valahol egy lelkipásztor részéről látjátok egy olyan példa, hogy a gyerekei Igen. évtizedek elmúltából is emlékeztek Igen, erre. Igen, Vagy egyszer olvasnám Cseri Kálmár református lelkésznél azt a mondatot, Jónás könyve kapcsán van egy nagyon jó Jónás könyve, hogy hogy Isten gyermeke még az autóbuszon sem blitzelhet. Igen. Tehát, hogy hozzátartozik a mi hitelességünkhöz az, hogy, hogy keresztényhez méltóan élek. És ha azt ráadásul még egy konkrét tanúságtétellel, Igen. a Krisztusról Igen. szóló evangéliumi tartalom valammal ki tudom egészíteni, az természetesen még jobb. Igen, tehát az egész életünk evangéliumi hirdetés, ezt észreveszik a hiteles életünket és az a jó, hogyha erre rákérdeznek valamilyen igen, formában és rákérdeznek, és ha ekkor szólalhat meg konkrétan az evangéliumi tartalom, akkor ez ül, akkor ezt az Isten megállja. Nagyon szeretem az evangéliumokat szinoptikusan olvasni, vagyis egymás mellett mondjuk Máté evangéliumát és Lukács evangéliumát, hogy ki hova teszi a hangsúlyt. Uh -huh. Van az az ismert szókép Jézus részéről, hogy lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem azért, hogy a lámpatartóba tegyék, és itt Máté úgy folytatja, hogy világosság legyen a házban. Lukács uh -huh. viszont azt mondja, hogy azért teszik a lámpatartóba, hogy aki belép a házba, az lássa a világosságot. A vagyis nem mindegy, hogy a bentlevőknek az egyházban levőknek, hívőknek akarunk uh -huh. utat mutatni, ami fontos, de ezen túl -e még a kívülállóknak is, az uh -huh. érdeklődőknek, a potenciális hívőknek, akik talán bejönnek a házba, mert látják a világosságot. Lukács evangélistára ez a missziói lelkület jellemző. Uh -huh. Uh -huh. És megint a kérdezőre utalok egy picit, vagy a gondolataiba belehelyezkedvén, azért látjuk, hogy vannak más egyházak, főleg kis egyházak, akik nagyon direkt módon, Bibliával a kezükben, az utca embereit megszólítva próbálják hirdetni az igét és az evangéliumot. Ez annak a szavadnak a teszem eszembe, amikor azt mondod, hogy ha megkérdezik, mert, mert én is úgy érzem, sőt, erről egy tanulságtételt is hallottam, emlékszem fiatal koromban, hogy, hogy ö, ö, valaki így fogalmazott, hogy én csak akkor beszélek Jézusról, ha megkérdezik, hogy te miért élsz így mert akkor már a cselekedeteim, az életem fölhívta a figyelmet, hogy, hogy akkor másképp is lehet, akkor már a tetteimnek az aranyverete megvan ahhoz, hogy vagy aranyfedezete, hogy, hogy szója Jézusról, mert különben hát mondhatok szépeket, vagy tér meg, meg nem tudom, vannak ilyen talán komikus, egy Chaplin teszem, amikor a, 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 lelkész magyaráz, magyaráz, aztán közben meg kifosztja a, szerencsétlen, szóval, hogy csak, csak beszélni az evangéliumról, nagyokat mondani, ítér meg, ad át az életelet Jézusnak, azért sokkal súlyosabb tény az, hogy ennek tényleg legyen hitele, mint sem, hogy ezt éppen ötletszerűen megtehetnénk. Egyszer De... édesapám, bocsánat, csak egy példát mondok, jogottam. aztán tiéd a szó, egyszer édesapám fölkarolt egy, egy részegen az utcán, aki hát nagyon maga alatt volt, egy kicsit úgy, úgy rendbe tette, elbeszélgetett vele, és a, a bódult állapotban ezt kérdezte tőle ez a részeg ember, hogy mondja maga, melyik szektába tartozik. <laughs> Tehát azt gondolta, hogy csak ez <laughs> arról hogy teszem, hogy mondtad, hogy vannak közösségek, amelyek rámenősen segíteni, uh -huh. tehát ha valaki segít az utcán levőnek, az, az egy szekta képviselője, görögkatolikusként, reformátusként, evangélikusként, de jó lenne, ha ha ez természetes lenne, Parancsolj. Tehát egyszerűen jelen lenni az emberek között, a falain kívül, megállni, beszélgetni velük, szeretni őket, és sokszor egészen hétköznapi dolgokról kell velük elkezdeni beszélgetni, és akkor úgy is tudják, hogy kivel beszélnek, mindig bejön az ezzel kapcsolatos kérdés. Én ezeket a direkt módszereket, főleg a mostani világban egyre kontraproduktívnek tartom. Az emberek megijednek, hogy direktben jönnek elő ezzel a témával. Őszintén megmondom, én is megijednék. Viszont olyan sok áldott tapasztalatom volt az idei nyáron. Az én lakóhelyemen, Balatonban rengetegen vannak ilyenkor, és szinte minden nap, de olyan helyeken, hogy étterem, üzlet, kocogás közben folyamatosan megszólítanak, és ők kérdeznek, vagy rám köszönnek, hogy áldás-békesség. ez az ő részükről is egy hitvallás, hogy felvállalják például egy étterembe, hogy áldásbékességgel köszönnek, és ez olyan jó érzéssel tölt el, ezt mások is hallják, vagy az, hogy például egy étterembe leülünk, ott azért mi mindig elmondjuk az asztali áldást, ez nem feltűnően, de felvállalva hitünket, Persze. és hát ez is az evangelizációnak valamilyen formája. Uh -huh. Egy kérdés, hadd érincs, csak egész röviden, mielőtt témát váltanánk, hogy mindez az őszelesedékes népszámlálásra való tekintettel uh -huh. hogyan érvényesülhet. Hiszen mindegy, mindegyik egyház szeretné nem a többivel szemben, hanem a közös ügy érdekében megszólítani a peremen élőket, a holdudvarba levőket, uh -huh. akiknek uh -huh. valamilyen egyházi kötődése van, igen. de lehet, hogy önmaguktól nem mondanák azt, hogy igen, igen. én egy egyháztartó tartozom, igen. pedig lesz ilyen kérdés. Nagyon örülök, hogy szóba hoztad. Én, Valahogy ezt nagyon fontosnak tartom, a szívemben hordozom, és munkatársaimmal is beszélgetünk erről sokat. Ez, ez tételnek az eszköze is, mert amikor megkérdeznek arról, hogy mikor születtem, hol születtem, mi a foglalkozásom, és itt van mindenféle adatok, a leglényegesebb adat ez, hogy, hogy, hova tartozom, melyik egyházhoz tartozom. És jól lehet, úgy tudom, hogy nem, nem lesz kötelező. Tehát egy, fölteszik a kérdés, hogy melyik El kell érni tartodik. ezért az az embereknek. És és akkor akár interneten hát nem, nem vagy akár a kérdező ugye, Egy érzékeny adatnak számít, rendben is van. De hogy, hogy Érjük el azt, most így a tévén keresztül is szeretném mindenkinek üzenni, hogy, hogy ez, ez egy lényeges dolog, hogy, hogy igenis hova tartozom. És ezen keresztül esetleg azt mondod, hogy ugye vannak, akik távolabbra kerültek, tudjuk őket megszólítani ezen keresztül, hogy igenis ne feledkezzenek meg arra, hogy tartoznak valahová. Lehet, hogy úgy érzi, hogy hát neki nem jelent semmit, holott. Hát mi nagyon tudjuk, hogy milyen sokat jelent, hogy Krisztushoz az egyház családjába tarték, vagy sem. Nekünk az a szlogenünk, hogy én evangélikus vagyok, és te. És ennek erre valaki úgy válaszol, hogy én pedig katolikus én pedig református, vagy igen, én is evangélikus vagyok. Tehát egy kérdés, az mindig a választ várja. Igen, a majdnem szójátékot alkalmazunk, hogy számítasz. Nekünk is számítasz, de mindenkinek számítasz, és számít az, hogy... Hova, mm -hmm. hova És a röviden? Összekötöttük egy pásztorációs idézélbe kampányjal, minden gyülekezeti lelkipásztor a nyilvántartott tartott reformátusait, tehát a teljes róla tudott nyáját, azt látogassa le, és ezzel készülünk uh -huh. a népszámlálásra. Uh, ez nagyon fontos a személyesség, a, 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 személy. a lelkigondozás, a látogatás, az már önmagában egy evangélizáló missziói tevékenység. Uh -huh. Az úgy a kongregáció, a gyülekezet vagy egyház egyik szava, az a grex szóból jön, az azt jelenti, hogy nyáj. Tehát uh -huh. a pásztor a nyáj tagjait uh -huh. utol együtt, kell, hogy érje, együtt, és a népszámlálás erről szól, hogy szeretnék, ahogy a pásztor megszámlálja a bárányait, mi is uh -huh. nyilvántartanék, kik uh -huh. tartoznak hozzánk, Igen. nem statisztikai aratkét, hanem nagyon, jó, hogy ez így mondhat pastorális úr, pasztorális szempontból. Uh -huh váltsunk témát, hiszen egy olyan nehéz helyzetben van az egész világ, de ez emberül Európa, ez emberül Magyarország háború miatt is, és sok minden miatt is, hogy, hogy bizony gazdasági nehézségekkel szembesülünk, az energiárak a bőrünkön érezhető emelkedésen esnek keresztül, és, és ez bizony érinti az egyházakat is. Hogyan tudunk itt helytállni? Van-e valamilyen koncepciótok, hogy segítsük a, az intézményeinket, gyülekezeteket egyrészt abban, hogy ezt a nehéz át tudják hidalni, talán egy nagyobb ön részsel, az egyházak részéről, nagyobb odaadással. Másrészt általában, és ez talán túlmutat a kérdésnek a konkrétságán, hogyan tudunk egyfajta Jézushoz méltó módon, az Evangéliumhoz méltó módon nem habzsolni, nem szerezni mindenáron minél többet, hanem egy kicsit visszafogottabban élni, ha tetszik egy kicsit lemondani, egy kicsit szolidaritást vállalni másokkal. Jó nagy kérdéscsomag, de ez a realitás Hát most... én nekem az egy, sokkal inkább az egyes emberek jutnak eszembe, mert nyilván óriási kérdés lesz, illetve azért is szinte azt elkerülöm, mert nem is látom át, hogy az intézményeinkben ez hogyan fogják tudni megoldani. Rábízom a, a szakemberekre, az intézmények vezetőire, viszont minden egyes embernek van saját fogyasztása mutattál erre is azért, és, és ez az, amit szerintem evangéliumi szemlélettel kell segítenünk megvilágítani, hogy oda jutottunk, hogy nagyon-nagyon jól élünk. Éppen ugye sokszor találkozom és foglalkozom is cigány testvérekkel, vannak olyanok, akik hát nagyon-nagyon egyszerű körülmények között élnek, és beszélgettünk egy ilyen közegben, és hát ö, ö, valaki azt mondta, hogy hú, nekik majd milyen nehéz lesz. És én úgy gondolom, hogy ők alig fogják megérezni, mm. mert mert nem nagyon fog változni az életminőségük, hát a tüzelőt összeszedni, vagy ne nehéz lesz, de, de az életminősége azoknak fog óriási módon megváltozni, hogyha, hogyha ezek a súlyos fordulatok bekövetkeznek, akik nagyon jól élnek mondjuk hogy nagyon jól élünk, mert én sajnos ide kell sorolnom magamat, aki autóval járok, meg hát azt mondhatom, mindenem megvan, amire szükségem van, és itt kell megtalálni az, hogy huha, akkor, akkor igenis kell tudni lejjebb adni, és kiderül, hogy sokkal kevesebbből is meg tudunk élni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy túl azon, hogy tényleg nagy a baj, sok minden egyéb következménye is van ennek, szóval nem akarom banalizálni ezt a súlyos gazdasági kérdést, de de inkább személyes választ kell adni erre, és az embereket kell hozzá segíteni, hogy a maguk személyes válaszát találják meg. Hogy tudunk ebben segíteni embereknek, hogy hogy, visszafogottabban éljenek, meg tudják osztani a javaikat másokkal, ne az legyen, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene, és ha nekem rossz, akkor neki is rossz legyen. Vagy hogy hát, mit bele? Igen, meggyőződésem, hogy ez a szolgáltunk másik lényeges pontja az evangelizáció mellett hogy jövő Szent élek, Úristen, és adj nekünk új szívet, és új életet, és új lelkületet, amelyben megköszönve az Istentől elvett jót, amikor jön a hét amikor jönnek a rosszabb idők, a próbatételes idők, akkor sem csüggedünk, tudunk felfelé tekinteni, odafigyelni egymásra, és tudunk spórolni, megelégedni, átgondolni, hogy mi az, amiről most nyugodtan lemondhatunk, hogyan lehet észszerűbben gazdálkodni. Nem csak az intézményeink, a parókiáink, gyülekezeteink fenntartása kapcsán is nagyon nagy kérdés lesz ez. Az intézményekben mi most kezdtünk el egy számítást, hogy ezek a megemelkedett rezsijárak mit jelentenek az ezévi költségvetésre nézve. És azt se felejtsük el, hogy az emberek azért tele vannak tényleg most félelemmel és aggodalommal minden tekintetben, nekünk lelkileg is támogatni kell őket, bíztatni, bátorítani, és minden nap könyörögni azért, hogy legyen vége ennek a háborúnak. Én nagyon kényes kérdést teszek föl, hogy Parókiák, ahol ugye a lelkészek élnek, lelkész családok élnek, és ezeket általában a hívek tartják fönn, de a lelkész is nálunk legalábbis hozzájárul általában a rezsihez. Van-e jogunk arra, hogy mi mondjuk az egyházaknak valamiféle nagyobb mértékű támogatást kérjük erre a célra. Az intézményeknél egyértelmű, hogy igen, hiszen az állami intézményeket, önkormányzati vagy állami intézményeket is kompenzálják, gondolok az iskolákra, szociális a intézményekre. De amikor a, a híreink körében azt látjuk, hogy a, a gázszámla mindenkit megérint, és, és uh -huh. földhöz vág majd ősszel, akkor, akkor a lelkészek kiemelhetők Jó, jó, semmiképp sem. Uh, Példamutatónak kellene. Köszönöm, nagyon köszönöm, <laughs> és köszönöm, hogy azt megkérdezted. Nagyon röviden felek, kompasszió. Itt csak az együtt szenvedés, uh -huh, a uh -huh. járható út meggyőződése. Uh -huh. De még az intézményekre is utalok, hogy Ö, egyrészt tehát az egyháznak privi, ne, 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 legyen privilégiuma, ne, ne gondolja úgy, sem egyházi ember, sem egyházi intézmény, hogy, hogy na, hát mi egyházmények privilégiumunk. Nincsen. Mi meg kell küzdenünk azzal, amink van, és az egyház intézménynek ugyanolyan körülményei között kell, hogy dolgozon éljen, mint az állami intézmények, ez nagyon-nagyon fontos. Ez jó a... egymás között is duratosítani, de ez mondjuk nem. a külvilág felé is, mert sokan azért azt hiszik, okkalok nélkül, most ezt talán elrészletezik, hogy az egyház a kiváltságos helyzetben vannak. Na éppen ezt de ha most elhangzik hogy a kompasszió, igen, vagy a szolidaritás igen, gondolata, igen, az igen, talán igen, fontos üzenet. Igen, de azt hiszem, hogy ö, tudatosítanunk kell magunkban ezt a nagyon erő, erős, a, hát a szó, amit szót használtál és az üzenete is, mert ha azt a mondom, hogy klerikalizmus, ami jobban inkább a katolikus egyházban ö, ismert jelenség és Ferenc Pápa nagyon erősen ostorozza ezt, ehhez hozzátartozik. Tehát, hogy a, a pap egy ilyen kiemelt személy, különleges személy, ami nem rossz önmagában, mert az Isten emberét látják benne az emberek, a hívek, de amikor a pap ebből önmagának, akár a hétköznapi életre vonatkozóan is kiváltságokat akar összeeszkábálni, azt erkölstelennek tartom, ahhoz nincsen joga, ő ugyanolyan életet él, kell, hogy éljen, sőt, sőt ö, ö, önfeláldozó módon így. még inkább vállalni kell a nehézséget. Na most tudom, hogy ez család könnyen mondom ezt, nekem nincs családom, nektek családotok is van, pap testvéreimnek család, nagy családjai vannak, de, de akkor is családdal együtt is. Édesapám, szüleim példáján azt láttam, hogy ez megvalósítható családi közösséggel együtt is, és a gyermekeknek ez meg lehet magyarázni, hogy igenis, Együttérzés kell, hogy vállaljunk a szegényekkel. Egy pár bibliai idézetet mondok, kommentáljátok, egész röviden. Jézus a gazdag ifjúnak azt mondja, hogy egy fogyatkozásod van, hogy túl gazdag vagy, túl sok mm. van neked. Ez szinte mm -hmm. szójáték, hogy az a fogyatkozásod, hogy túl sok, van, sok neked. van neked. Aha. Hogy e Hát ezt? A jóléti társadalmunkban ez a nagy fogyatkozásunk, El lettünk kényeztetve. Másik igen, pálapostól azt írja, hogy a megdicsőlt Jézus ezt mondja neki, elég neked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által ér célhoz mit jelent az elég és a fölösleg? Hát ez pedig azért érint engem, mert nekem ez papi elmondatom, hogy erőtlenségben nyilván meg Isten ereje. És, és, és ebben az értelemezésben az elég az nagyon-nagyon kevés, mert az Isten pótolja, és éppen ezért akár tudatosan is vállalhatom a keveset, mert, mert akkor annál többet fog pótolni az Isten. Ehhez azt mondhatom, talán idealista felfogásnak tűnik, hogy a hitemmel pótolom azt, ami a hétköznapi életemben hiányzik, és hiszek abban, hogy az Úristen, aki tudja, hogy tudja, ti mennyi atyátok mire van szükségetek, megadja azt, ami elég. És Milyen szép a kontextus mezők liliumai ég madarai, mondja Jézus, az, az legyen jön. a példaszámotokra, mert a gondviselő Istenre hagyatkozzatok. Uh -huh. Igen, de az elég neked az én kegyelmem, mondja Isten égéje, az azt is jelenti, hogy hisszük azt, hogy a turisten gondoskodni fog rólunk, megoldja ezt a problémát, ő a történelem és az események ura, és a világ vezetőit is ő irányítja, én ezt vallom, és naponta ezért könyörgök is, tehát hisszük, hogy az ő megoldást adó kegyelmét megtapasztaljuk, és ha visszakapjuk a jó életünket, akkor azzal úgy tudunk élni, hogy azzal nem visszaélünk, mert soha ne felejtsük el, hogy mindenünk, amink van, az az Istené. Nem a miénk, az Isten nálunk rakta le, hogy abból egy jó részt továbbadjunk másoknak az ő és egy utolsó bibliai mondat, Mária és Márta történetéből Lukács Evangélium tizedik része alapján, ahol ugye van a sürgülődő Márta és a Jézus szavára figyelő Mária. Jézus azt mondja a zsörtölődő Mártának, hogy, hogy kevés dologra van szükség, legfőképpen egyre. Mária választotta a jó részt. Tehát kevés dologra van szükség, legfőképpen egyre. Ezt kommentáljátok egy-egy mondattal. É, hiszem azt, hogy ha az Istenre figyelek, akkor minden szükséges meglátok, ami nekem vagy másoknak kell. A kevés az a, az Isten világának a mennyei gazdagsága, ami életünknek egyetlen öröme és boldogsága minden más ebből következik. Amen. Köszönöm szépen, hogy ilyen fegyelmezetten, röviden kommentáltátok Jézusnak a szavait, és köszönjük a nézők figyelmét, hogy a Kenyér 132. adását figyelemmel kísérték. Kívánunk kellemes nyarat, és reménység szerint négy hét múlva ismét találkozunk, addig is írjanak nekünk a Pispőkenyérkuk az mtv.hu elérhetőséggel, megszólíthatók vagyunk. Viszontlátásra.